Már 6500 jelezték, hogy ott lesznek a holnapi korrupció ellenes tüntetésen. A szervezők azt mondják, csak akkor lehet vége az áfacsalásoknak, ha először a NAV-ban tesznek rendet. A demonstráció szervezői szerint felháborító, hogy továbbra sem vizsgálták át a NAV-ot, és még mindig a jelenlegi korrupt vezetők kezelik az emberek adóforintjait. Hozzátették, a kormány mindent megtesz, hogy saját holdudvarát növelje a közpénzekből, az emberek magán megtakarításait pedig államosítják. Vágó Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bizonyára olvasta azt a előzetes, ami holnapi heti válasz interjúról szól. Holnap fog megjelenni heti válaszban André Gutfrenddel egy interjú, és ebből már az előzetesből megtudhattuk, hogy az Egyesült Államokból nem azért tiltották ki Vida Ildikót, mert nem vizsgált ki korrupciós ügyeket, hanem mert konkrét bűncselekményben tartják érintetnek. Mindaz, amiért ön is harcol Horváth András mellett, és amiről például a holnapi tüntetés is szólni fog, az most például a kitiltási ügye kapcsolatban nem ez, vagy nem csak ez, vagy nem ez a legfontosabb. Ez mennyiben befolyásolja mondjuk a holnapi tüntetésüket? Konkrét bűncselekményeket említ az amerikai ügyvivő. Itt rengeteg újabb és újabb balhé jön nap, mint nap, és mi a Népharag csoporttal, akikkel üzemeltetjük ezt az 1000 milliárdért, a tisztességes adózásért oldalt, és szerveztük már eddig is a tüntetéseket, alapvetően a NAV-val kapcsolatos korrupciós ügyekre és az áfacsalásra fókuszálunk, de annyi megkeresés érkezett más-más korrupciós ügyekkel kapcsolatban, hogy ez a tüntetés, ez így kinyitódott más korrupciós balhé kapcsán, hiszen rendszer szintűvé vált a korrupció Magyarországon, és ez ellen várjuk az állampolgárokat, hogy lépjenek föl. Itt, hogy Gutfrend úr azt mondta, hogy konkrét bizonyítékok vannak, lássuk azokat a bizonyítékokat. Tehát, itt na jó, de hát ezt tudja, hogy nem láthatjuk a bizonyítékokat. A közvetett bizonyítékok. Ezt a kormány mondja, hogy lássuk a bizonyítékokat, amíg a good friendek nem adnak bizonyítékokat, addig láthatatlanban csak úgy nem fogunk kirugdosni állami vezetőket. Az a helyzet, hogy azoknak az intézményeknek, akiknek például lehetősége volna rá, hogy ezeket az bizonyítékokat beszerezze, azok tétlenek, nem tettek semmit. Tehát, hogy itt most... Ez a nyomozóhatóság, nem? Igen, de most nem az amerikaiakban kell bíznunk, hanem a magyar nép erejében, hogy holnap több ezeren, 10 000-en kimennek az utcára, és akkor azok erőt tudunk mutatni. Mert úgy tűnik, hogy fönt a fiúk minden egyes féket elvesztettek, nincsenek morális aggályaik, most már a jogi békjókat is ugyanúgy elvesztették, egyetlen egy dolog állíthatja meg őket, és az pedig az emberek tömege kint az utcán. Még egyszer visszatérve, és egyáltalán nem kicsinyítve mindazt, amiről Horváth András beszél most már több mint egy éve. Ugye 1000 milliárd forintos áfa csalásokról beszél, amely csalásokat fel tudná deríteni a NAV, ha akarná, nagyon röviden zanzásítva ez a mondandója Horváth Andrásnak, és ehhez neki azért van zöld dossziéja is, és igen? A helyzet az bonyolultabb, mert a NAV eljut az alsó szintekig, általában eljutnak, csak hogy pont arról szól az egész balhé, meg a leállításoknak a sora, hogy nem lehet tovább menni az adóhatósági dolgozóknak a második és a harmadik szintre, ahol a nagy kutyák vannak. Azért mondom, ezek is nagyon-nagyon fontosak, ez tényleg egy éve beszélünk erről, de visszatérve arra, amit most Gutfrend úr nyilatkozott, az APEC elnök, a NAV elnökét konkrét bűncselekményben tartják érintetnek. Nem az, hogy valaki az alsó szinten azt mondta, hogy álljatok le, ne vizsgáljuk, hogy konkrét bűncselekményben érintett. Szerintem. És nem az, hogy nem vizsgáltat ki ügyeket. Erről hol, mikor, hogy fogunk megtudni többet? Kell egy olyan új kormány, aki képes arra, hogy ezt kivizsgálja az ügyet, vagy a jelenlegi kormányt kell rábírni arra, hogy például forduljon az Európai Bizottsághoz, aminek van ilyen jogköre, még nem élt vele, de átvilágíthatná az adóhatóságot, vagy leválthatná Vida Ildikót, mert elég égő, hogy ilyen adóhatósági vezetőnk van. Egyetlen egy rövid mondat, a december 16-ára tervezett tüntetéshez már szakszervezetek is csatlakoztak. Önök csatlakoznak szakszervezetekhez? A holnapi tüntetéshez csatlakoznak szakszervezetekhez? Csatlakozik mindenkihez? Igen, tegnap felhívásomra összejött több tucatnyi ember, nagyon sok csoportból, és megállapodtunk azokban a minimumokban, hogy hogyan lehet együttműködni. Az együttműködés alapelve, hogy úgy hirdetünk meg egy közös tüntetés, hogy előtte meghívjuk a másikat, és nem az van, hogy leszúrjuk az ászlót, hogy mindenki utánam, mert ez az összefogásnak a metodikája, hanem az az együttműködés metodikája, hogy előtte megbeszéljük, és megállapodunk, hogy hogyan is lehet együttműködni. Ki mit dolgozik az összefogásban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.